Nos, hát sziasztok ismét, mindenkit üdvözlök újra itt, és egy közkívánatra egy ilyen videó készül most el. Lesz még belőle több is, mert elég sokan írtátok, hogy nem baj, hogy van ilyen típusú videó, úgyhogy én örülök neki. Viszont ugye azt tudni lehet rólam, vagy tudjátok, akik régebb óta követnek, hogy én szeretem így a kerek számokat, úgyhogy hát 18 résszel nem maradhatott abba ez a sorozat, úgyhogy kérem szépen még kettő rész várható ebből, amiből az egyik az most készül, úgyhogy ezen kívül még egy ilyen egy új játék rész lesz. Meg is van már a játék, hogy mi lesz, még nem jelent meg, nyilván. Viszont most akkor ebben a részben erről a új játékról fogunk beszélni, amit én őszinte leszek, vártam, és elég későn jutott el hozzám ez a játék, vagy nem tudom, hogy kicsit úgy kikerült a perifériámból, aztán amikor így megtudtam, hogy ez így jön. Mondjuk hál' Isten, mert nem nagyon vártam így, tehát ja, úgy voltam vele, hogy oké, akkor előrendelem. Körülbelül egy hónappal a játék megjelenése előtt már elő is rendeltem, és akkor tudtam meg, hogy ez így van, meg létezik, és úristen, és tök jó. És erről a játékról lesz most szó. Ebben a videóban megpróbálom ezt is kicsit ilyen, hát ilyen jól megcsinálni, az a lényeg, igen. Na most még ami érdekesség feltűhet rajtam vagy velem kapcsolatban, hát új lett a szemüvegem, ezt csak így gondoltam, bejelentem. Nem sok minden változott rajta, ez is fekete, mint a másik volt. Ebbe kevesebb az ezüst. Olyan szinten, hogy egyáltalán is benne ezüst, szóval ez majdnem az egész ilyen fekete meg sötét szürke, de minden nem is az a lényeg. Az a lényeg, hogy megnézzük akkor, hogy mi ez a játék, és kicsomagolom, mert még ez nem volt kibontva, és akkor beszélek kicsit erről, hogy mi ez, miért vártam, miért vagyok ilyen, hogy mondjam ezt, szóval örülök neki nagyon, annak ellenére, hogy jelenleg most 41 fok van kint, tehát így szétrobban a hőmérő, az én szobám meg 32 fok, úgyhogy hát ilyen hatalmas jó időben, és nincsen klímám, meg stb. Megnézzük. Kicsomagolom ezt a játékot nektek, és akkor hát ez lesz a mai részben. Szóval, hogy mi ez a játék? Mint már mondtam, egy hónapja értesültem erről a játékról tulajdonképpen, hogy ez így létezik. Ismertem az elődeit, én az egyikkel játszottam is, ezt majd mindjárt kibontom nektek, hogy melyik volt az a játék. És hát szerintem akkor le is lövöm egyből, hogy mi ez a játék, kérem szépen. És akkor megnézzük, és tudok róla beszélni. Ami érdekes, hogy ezt is olyan pakba rendeltem meg, amiben van egy pár ilyen meglepetés. Úgyhogy szerintem akkor nézzük, hogy mi ez a játék, ami nem más, mint... Armored Core 6. Így mutatom. Így látszik, hogy mutatok még egyet a 5 mellé. Szóval Armored Core 6. Amit valószínű így kell mondani, mert életemben nem... Na, szóval tisztázzuk a Armored Core sorozat és a én viszonyomat régről, mert ez elég régen nyúlik vissza. Szóval adott ez a játék, ami egy robotos játék, azt tudni kell, most ide is készítettem két játékot, mindjárt be is mutatom őket. Tehát nekem az életem top 1 játék, amit még semmi nem sikerült letaszítani a trónról, az kérem szépen ő, tehát a Slay, magyarul a Steel Lancer Arena International. Ez a játék nekem, hát nem tudom, ha lehet ilyet mondani, hogy végtelen per 10, de tényleg ebbe hiba nincs számomra, imádom. Végjátszottam vagy 10-szer, vagy 10-szer, rengetegszer, még PS2-n, ugye ez eredetileg PS2 játék, most leszettem, amúgy van egy ilyen emulátor része, amin lehet 1080p 60fps-sel, meg max grafikán, nyilván hát egy ilyen AI tuningolja fel ezeket, tehát nem lesz kicsit élesebb a játék, az a lényeg, de ez a játék nekem ez meghatározó volt egész életemben, imádtam ezt a játékot, mai napig szívesen játszok vele,
elég hosszú végigjátszani. Nem mondom, hogy lesz a retro csatornám, mert ahhoz előbb el kéne költöznöm. De ha ez összejön és elköltözök bármikor, akkor beindítom a retro csatornám, és ígérem, hogy az első 5 végigjátszásban ez benne lesz. Ezt nagyon meg szeretném nektek mutatni, mert ez egy hihetetlenül jó hangulatos játék. Aki nem ismeri, szerintem közületek nem sokan ismeritek. Szóval ez a második része, vagy ilyen folytatása, az eredeti az a Phantom Crash nevű játék volt, amit csak Xbox-ra adtak ki, még az Xbox, az első, a klasszik Xbox-ra, és hál' Isten, hogy a másodikat, vagy az utódját, a Slate, az pedig PS-re adták ki. Zseniális, sokkal jobbak a grafika, a hangok, a zenék, mert a Phantom Crash-ben nem voltak jó zenék. Minden nem is erről van szó, nem ez a videó alanya, csak azt mondom, hogy ez a, hát mondjuk Phantom Crash 2, de ez Stillensor Arena International, szóval nekem ez a világ kedvenc játékom, és vagy a világon a kedvenc játékom, és ez is ilyen robotos, mecheket kell irányítani. Ezt elmondtam a top 10 kedvenc videójátékomban, azt nézzétek meg, elmondtam ennek a sztoriát nagyjából. És ami még ehhez hasonló, ami újdonság, az az Anthem, amit meg lehetett venni 900 forintért, vagy 960 forintért, ezt is végigjátszottam egyszer, azt hiszem pont 50 órán van benne talán. Jó, ez teljesen más téma, meg stb., de az a lényeg, hogy ez is ilyen mechrobot dolog, meg stb. Ez nekem speciál tetszett amúgy, én is ezt előrendeltem, lehet, hogy kár volt, mert mondom, egy évvel utána már majdnem ingyen osztogatják meg 900 forintért, és szóval ez a kettő játék, ami nekem így ilyen robotos játékokban, mert ezt a robotos műfajt, ugye ezt Japánban nagyon nyomatják, meg szeretik, ez a Gundam, vagy nem is tudom, valami ilyesmi a ottani megfelelője, ugye ott nagyon nagy kultúrája van ezeknek a robotoknak, szóval ott, mint nálunk például az ilyen, mit tudom én, festeni lehet ilyen kis autókat, meg tudjátok, ilyen modellszerűen megveszel egy autót, ráteszed a talpára, vagy mindig ilyen legókat, nekem is van egy pár, és akkor ki lehet állítani. Na, Japánban ezeknek a robotoknak van nagy jelentősége, és ott azzal szórakoznak, hogy megvesznek egy tényleg egy ilyen majdnem életnagyságú robotot, kifestik egyenként, és akkor ezeket összerakják, és hát ez egy ékes példája annak, hogy léteznek ilyen nagyon király robotos játékok, és ez tényleg az a ősrégi robotos játék, szóval ez ide jutottunk arról, hogy mi a véleményem az Armored Core-ról. Szóval én ezt annó még azt hiszem a 4-jel játszottam, de nem vagyok benne biztos, de valamelyik Armored Core-ra játszottam, és nem az 5 volt, hanem régebbi, PS2 még. Azt hiszem az valamilyen kicsit ilyen körökre osztott stratégiai szerű játék volt, nem tudom, hogy jó-e, vagy jót mondok-e. De azt emlékszem, hogy ilyen kis kockákba kellett robotokat pakolgatni, és akkor bezoomolt a kamera, és akkor ütötte, várta minden. Tehát kicsit ilyen stratégiai turn-based játék volt. Viszont az egyáltalán nem jött be nekem. És akkor én így szemet hunytam fel, hogy oké, Armored Core, igaz, hogy robotos, mert azokat imádom én is a robotokat, igaz, hogy ilyen robotos féle játék, de hogy valahogy nem jött be nekem. És ugye az 5 volt ennek az elődje, azzal nem játszottam, az PS3-ra jelent meg, azt hiszem. És akkor volt egy nagy szünet, és akkor megjelent ez, kérem szépen. És így leesett az állam konkrétan, hogy ez atya úristen, ez nagyon-nagyon hasonlít amúgy a Slay-hez, ehhez a játékhoz. Itt is ebbe is ilyen bosszokat kell ölni, tehát van egy rendes sztoria, amit tudok róla. Ebben még nem játszottam, tehát még nem tudok róla mit mondani, de majd gondolom bevágok ide háttérbe ilyen játékmeneteket. De amit láttam belőle, ilyen early access stb., hogy rengeteg helyszínen fog játszódni tényleg. Ez is, fú, nem tudom, 2000 valamennyi, tehát ilyen 2100, nem, fogalm sincs az időpontra. De az a lényeg, hogy igen, tehát amit még nem mondtam, és nagyon fontos, de ez hol írja amúgy? Nem is írja. De itt van. Kérem szépen, FromSoftos játék. Tehát gyakorlatilag egy robotos zsáner a kedvenc kiadómtól, és én azt mondtam, hogy oké, hát akkor az instant kell, és megveszem, és előrendelem, holott nem szabad előrendelni játékot, de én csak két kedvenc kiadóm van, tőlük viszont mindent előrendelek, mert bennük megbízok. Na most le is lőttem, hogy a következő egy új játékban mi lesz. Aki tudja, hogy melyik a két kedvenc kiadóm, az egyik ugye a From Software, de tőlük már vettem egy játékot, és a másiktól lesz a 20. rész, de most nem is ez a lényeg, szóval From Software, aki nem tudná, ők csinálták ugye a Dark Souls-t, a Demon's Souls-t, a most megjelenő sikert, az Elden Ring-et, a Bloodborne-t,
és hát előtte még ők azért foglalkoztak robotokkal, tehát ugye az Armored Core, illetve még volt egy pár ilyen, azt hiszem, hogy robotos tartalommal is kezdték, tehát mi az, aki úgy került ide, hogy ilyen designer, és ő először valamelyik Armored Core-ba segített, és akkor utána kapta meg a Dark Souls 1-et, nem, még a Demon's Souls-t azt hiszem, és akkor onnan ugye Dark Souls, stb., és na, mindegy, nem is az a lényeg, Armored Core robotos játék Dark Souls-szal fűszerezve, mondjuk úgy. Igen. Na, és akkor ez kérem szépen, ez a ugye Armored Core 6 Fires of Rubicon Launch Edition, az a neve. Igen, az Elden Ringet is ilyen editionbe vettem meg, amiben van egy csomó minden. Ezért szerettem amúgy ezt a Bandai adja ki. Ugye a japán kiadók azok ilyen, hogy mondjam, milyen... Tehát szeretnének a vásárlói kedvébe járni, mondjuk úgy, ezért mindig telenyomják az összes ilyen játékot, mindenféle poszter, meg kitűző, meg levonó, meg matrica, meg mit tudom én, kis notebook, stb. Nem úgy notebook, hogy a elektromos, hanem ilyen kis füzet. És ebbe is, ahogy látom, van egy csomó minden, úgyhogy mindjárt fogom és ki is bontom, mert ezt még nem nyitottam ki. Úgyhogy kis ASMR, ha megtalálom, hogy Jézus Isten, ebben hol kell ezt? Itt vajon? Friss paradicsom illat. Na, szóval... Én nem tudom, bárki, aki vesz közületek játékot, és így be van csomagolva, és megszagoljátok, esetleg kibontjátok majd a lemezt, szagoljátok már meg, és írjátok le nekem, mert ez érdekel. Én az összesnek ezt a... Amikor kimentek hátra a kertbe, és ültettek paradicsomot, és még kicsit zöld, de már picit megkapta, és elkezd így érni, és... A fele piros, a fele zöld, és azt, ha leszakítjátok, ugyanolyan illata van ezeknek. Hihetetlen. Nem tudom. Lehet a papír, vagy nem tudom, hogy... De... Zseniális. Paradicsom illatum. Na, szóval, ugye így néz ki, kérem szépen. Ugye a hátulja. Kicsit remeg a kezem, illetve az oldala. És akkor megnézzük tulajdonképpen, hogy mi van benne. Na, és akkor... Hát, sikerült azért fejjel lefele belepakolni a dobozba a játékot, de mindegy. Vagy lehet, hogy azért, hogy látszódjon, aha, jó. Szóval, igen, ez egy tök jó. Ez tetszik amúgy, szóval ez ennyi. Az Elden Ring, annak is ott van. Ez egy picit kisebb amúgy. Ebben nincs annyi cucc, de van hozzá egy kis karton. Ki lehet tenni. Tök szép, hogy a dizájnja rend nagyon tetszik nekem, tehát... zseniális. Ó, és le van szakadva a kezem, most nézem, hajaj. Na, király. Igen, itt van a játék maga, ugye, ez is ugyanaz, nagyjából. Azt akarom, 65 giga. És van hozzá multiplayer, na ezt nem tudtam. Na, akkor lehet, lehetséges, hogy megvan az új kedvenc játékom. Na, ne szaladjunk még előre, de... Jó. Hát ha még nem is a kedvenc, de így, hogy van benne multi, én ezt így második helyre teszem, tehát... így, ilyen közel vannak egymáshoz most jelenleg nekem, a top egy helyen. Na megnézzük, kérem szépen. Ezt is mindjárt kinyitom, és akkor van még egy ilyen nekünk benne. Ez a... hogy hívják? Ez Launch Edition-ös cucc. Mindjárt megnézem. Nem akarom elszakítani úgy, de imádom ezeket, hogy úgy belepakolják, hogy nehogy véletlen ki lehessen szedni. Na, nagyon király. Kijött. Ez tök jól néz ki amúgy. Egyszer terveztem egy hasonló dobozt, még ilyen grafikusi, nem is tudom mi volt az ilyen projektmunkán. Aha, és akkor ezekben is vannak. Ez pont fejjel lefele van, ez is. Jó. Szóval, mint az Elden Ringbe, ezekbe is van. Hát ezt most így mutatom, mert így adja ki. Vannak ilyen matricák. Ez lehet, hogy így van, de így van a... Az aján van egy kód, és akkor ez így látszik, tehát ezek a matricák vannak, illetve van ez. Ez tök jól néz ki. Ez ugye a játék neve. Gondolom ezek a frakciók lesznek. Van egy Nightfall, meg van egy... Fogalmam.
Sincs. Ú, ennek meg gumimatrac illata van. Mindjárt kimegyek a kertbe. Aha, ezeken is van, vagy ebbe is van még postcard. Imádom ezeket. Ez tök jól néz ki amúgy. Hát ti látjátok, én most nem, úgyhogy majd utólag visszanézem, de ezek ilyenek. Ha jól számolom, 3 darab van. Aha. Ú, de jó. Igen, van benne ilyen nagy űrhajó, azt láttam, az egy ilyen... Ja, az egy boss. Ő lesz a boss, nem tudom mennyire látszik. Amit azt hiszem, ilyen fél óráig kell ölni. Tehát olyan bossok vannak a játékban, nem akarok is spoilerezni, de... Hát Dark Souls szintű. Tehát ez a oda mész, és így nem tud megölni konkrétan. És van benne egy... Hát ha ez A4-es, akkor beszarok. Nem A4-es, jó. Jó, ezt ti látjátok. Igen. Én is látom, mert pont áttükröződik a nap hatására. Szóval ez van a borítón is, ugye. Ezen. Na most nem tudom, hogy a játékban ugye gondolom van egy csomó kaszt. Tehát, hogy robotokat lehet válogatni, hogy te milyennel akarsz menni. Ez viszont nagyon bedesszű. Ez kegyetlen jól néz ki. És tök jó a minősége. Picit ilyen matta amúgy. Szóval nem tudom, nekem ez a robot ez amúgy tetszik őszintén. Ja, igen. Ezen megmutogatom gyorsan, hogy a játék lényege mit. Tehát ugye vannak robotok magyarul, és neked kell customize-olni, magyarul összerakni, hogy milyen robotot akarsz. Ugye lehet testpáncélt azt hiszem cserélni rajta. Lábat azt nem vagyok benne biztos, ugye azt lébe lehetett lábakat is válogatni, hogy guruljon, vagy menjen, vagy hatlábú legyen, vagy 8, vagy tank, vagy nem tudom. Ebben nem tudom lehet-e lábat, viszont ami lényeg, hogy két kézi fegyver, tehát itt látjátok az egyik le is van szakadva, tehát a két kezében van a fegyver, illetve a két vállára is lehet fegyvert tenni, ami nagyon király. Tehát két válfegyver, meg két kézfegyvere lehet, és hogyha olyan a játék, mint a Slay, akkor ezeket le is tudod, vagy le tudják rólad vágni, és akkor az nem használható. Na most a... Nem tudom, hogy itt hogy van a... Lehet, hogy itt infinite ammo van, olyan szempontból, hogy csak lősz folyamatosan, mert ugye a Slay-be fel kellett venni, mert ott kifogytál, tehát itt fel kellett venni lőszert, életet, illetve pénzt, és tudtál mindig felvenni. Ebben nem tudom, hogy lesz, de örülnék, ha valahogy úgy lenne, hogy valamit el kell menni valami bázispontra, ahol újra tudsz tárazni, meg mondjuk le tudják szakítani a kezedet. Bár ez alapján lehet, hogy van ilyen. Szóval ezek vannak így a... Ebbe a kis... Ebbe. Ezt majd utólag visszarakom. És akkor maga a játék, ezt már normális módon még ezt is kicsomagolom. Na, 45 perc szerencsétlenkedés után, rá volt ragadva, nem tudom. Szóval itt van maga a játék akkor, és ennek is paradicsom illata lesz, és hogy hallottam a lemez itt is, nincs kiesve, jaj, de jó. Hú, van valami kódom. Paradicsom, ez egy az egybe. Paradicsom, na, ja. Zseniális. Jó, szóval itt van egy kód. Ja, meg én előrendelői kódot is kaptam még pluszba, abban nem tudom mi van. Valami kód. Nem tudom, mindegy. Szóval az a lényeg, van egy papír, letakarom nektek, itt van egy kód rajta, ez van egyedül a dobozba, meg a játék. Így mutattam, tessék parancsolni, tehát ennyi van a dobozba, ami a lényeg tulajdonképpen. És szóval röviden, tömören akkor ennyi, nem akarok sokat beszélni, ne legyen hosszú a rész. Szóval Armored Core 6, vagy 6, robotos játék a From Software-től, multiplayer támogatottsággal és egy jó sztorival. Remélem, hogy ugyanilyen lelkesen fogom ezt letenni, mert a legutóbbi játékom a Diablo 4 volt, amit megvettem, csak arról nem volt videó, mert az ugye csak letöltős volt. Volt egy live belőle, ilyen rejtett live, aki ott volt, az tudja. Hát el vagyok azzal is, tehát az évben vettem két játékot. Az egyik eddig a Hogwarts Legacy volt, a másik meg a Diablo 4.
Ez most a harmadik játékom, úgyhogy remélhetőleg ezzel egy jó darabig most elleszek, illetve majd össze fog kijönni még az utolsó játék, amit tervezek megvenni, és abból lesz még a 20. egy új játék rész, úgyhogy érdemes még itt követnetek addig, akit érdekel, hogy mi lesz az a játék. Megsúgom. Mit, hogy súgjam meg? Jó játék. Az első része megvan. Na, ebből elég sokat segítettem. Na, úgyhogy kérem szépen, akkor ennyi lett volna ez a egy új játék 19. része. Én most megyek, feltelepítem, és szerintem egész nap ezt fogom gyapni, ezt a játékot, itt a 32 fokba. Úgyhogy, hát köszöntöm szépen akkor a figyelmet. Amennyiben tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, mert mostanában mindenki leiratkozik, hál' Isten, úgyhogy legyünk már meg legalább 2000-en PLS. És akkor örültem, vagyis hát remélem, hogy örültök ti is, hogy volt még ilyen tartalom, meg még egy lesz, és akkor azután, ha az megvan, mert még van egy pár projektem, akkor utána lesz a nagy játék bemutató, csak az nagyon sokat kell készülnem, mert azt úgy tervezem, hogy úristen, tehát az tűzjáték lesz, úgyhogy úgyhogy ja. Na, ugye kérem szépen, akkor ennyi lett volna ez a rész, és hát találkozunk legközelebb, aztán nektek meg jó időtöltést. Maradjatok kicsit a hidegbe, aztán nem tudom, hogy lesz-e még közben videó, de jó sulit, aki suliba megy, aki melózik, nektek meg kitartást. Úgyhogy találkozunk legközelebb, és addig is sziasztok!